Nyeretlen két évesek versenye, Sayuri győzött 8 a suták csengével, ez egy csikó verseny volt még a nap elején, mögötte vedett a Bella második. A második futam a Glódi Handicap, Májt Zazu, Dickinson alaratta esedékes győzelmét, szép küzdelmet követően a Zakert verte, Szoriánó érkezett meg harmadiknak. Harmadik futam, újabb csikóverseny, újabb suták csenge győzelem. Who Cares az, aki nyert, ezúttal 9-essel, mögött az osztrák tulajdonban lévő Coco Cielo, majd ötössel Ego az újonc 9 4 -ot. Az első kiemelt verseny a Szent László díja, két évesek nagy díja, három favorit a frontban, közülük is Carlos a legerősebb, háromból három az idei mérlege Carlos Reynek. Mate Georgikon Handicap győztese ötössel irdatlan, Kelemen zéno volt résen, és kihasználta a Lavalon hibáját, győzött át az ötös. Szénpredobb ezt egyszerűen a legjobb idén a Kálai Pál Emlékverseny budapesti díjat is behúzta, ifjabb Kozmával nyer újabb nagy díjat, Lábrúszkája a második, Málon pedig a harmadik. Megérdemelt győzelem a nap hetedik futamában Barnadrás emlékverseny, Hibi ott volt a derbiben és azóta is jól fut négyessel a szürke, ifjabb Kozma Istvánnal nyeri a futamot. Folytatásban jöttek az amatőrök 1600 méteres távon. A nap 8. futama következett ezt követően. A nyerő négyesselét falávalról a Peradász tűzfészekkel, illetve csokító STS-sel szemben. Magyar Szentléger egyessel agreement végigvezetve nyert Nagy Tamással és akkor az záró verseny Moffett, a Fett ezzel az Nagyon-nagyon látványos csata két favorizált ló között végül a tavaly is győztes Charlie Firpo idén is nyer, Avoiding Waterrel, illetve Fragile szemben, úgyhogy 4-es, 1-es, 7-es a sorrend.